Rengetegen szeretik a görög dallamos muzsikát, és a táncás sok pécsinek amúgy is kedvence. Fiatalok, idősek, magyarok és külföldi diákok, gyerekek, táncosok és laikusok együtt léptek a ritmusos dallamokra ezen a héten Pécsen, a Széchenyi téren. A Pirgosz már 20 éve jár Pécsre a görög önkormányzat meghívására. Kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, 10. éve, hogy minden augusztus utolsó hetében egy szabadtéri táncházat tartanak Pécsen. Itt Pécsen nincs semmiféle görög tánc, illetve zenei csoport, és olyan 20 évvel ezelőtt, pont 20 éve kezdődött el, hogy a Belojánosz faluban van egy görög tánccsoport, illetve egy görög zenekar, és ott a vezetőkkel 20 éve egyeztünk meg, hogy évente többször lejönnek ide táncházat tartani. Idén van 20 éve, és 10 éve pedig minden augusztus utolsó szerdáján egy szabadtéri előadást, illetve táncházat csinálnak mindig a Széchenyi téren. A pécsi görög önkormányzat tagjai is lelkesen készülnek a hétvégén megrendezendő, a Sokszínű Egység elnevezésű nemzetiségi fesztiválra. A záró akkord a görögöké lesz. Megegyeztünk, mert ugye itt is 11 nemzetiség van Pécsen, szerintem a legtöbb az országban. Úgy egyeztünk meg, hogy mindig valakit egy picit kiemelünk, és most úgy beszéltük meg, hogy lényegében lesz vagy 12 előadó, bulgároktól kezdve, horvátok, cigányok, németek. Azonban a záró akkordot azt a Pirgosz tánc együttes fogja megadni körülbelül 6,5 hét között, azt nem tudjuk pontosan, hogy lesz, és utána megint lesz egy táncház, ugyanúgy a Széchenyi téren, és lényegében ezzel be is zárjuk a, ahogy mondják, ezt a szép időt, amilyen szép idő most is van, meg a nyarat. A zenekar ősi, népszerű dalokat játszik, és a tánc soha nem maradhat el. A táncház alkalmával felcsendült a Zorba muzsika is, amely során érezhető volt, milyen ereje van a közösségben megélt táncnak. Az igény megvan rá, hogy a különböző kultúrák világát bemutató táncházak gyakrabban lehessenek a szabadtérben, a város központjában.